Maszkban sétálnak és bicikliznek az emberek Tiszadobon. A pandémia 2021-ben nem csak a településen élők mindennapjait, hanem az önkormányzat terveit is alapjaiban változtatta meg. A költségvetés stabilitásának megteremtése volt a legfontosabb céljuk. Fontos volt emellett az is, hogy befejezzék az elkezdett fejlesztéseket, a tanyákon élők életminőségének javítása és az utak felújítása volt az elsődleges az elmúlt egy évben. Van egy tanyai településünk, úgy hívják a tanyát, hogy Rejetalja tanya, ezen a tanyai településen több mint 200 ember él, és a tanyai település ellátásához gyakorlatilag elég öreg volt már mikrobuszon, 16 éves, és ugye egy ilyen mikrobuszos pályázattal nyertünk egy új mikrobuszt, ami ez volt a 2021-es év első fejlesztése. Március végén, április elején megkezdtünk egy összességében 108 millió forintos külterületút pályázatot végrehajtani. Ebből a 108 millióból gyakorlatilag közel 7 millió forint volt egy új útjavítási gépsornak a megvétele, ami áll egy gréderből, egy úgynevezett úthengerből, most nem akarom azt mondani, juhlábhengerből, a nézőkben biztos, hogy tudják, egy ilyen körvös henger tulajdonképpen, és egy rézsikasszából áll ez a pályázatunk. Tiszadobon legfőképpen mezőgazdaságból élnek az emberek, de az önkormányzat is rengeteg termelő feladatot végez egy erre a célra még évekkel ezelőtt kialakított farmon. Ennek az eszközparkját sikerült bővíteni, ami a szántóföldi munkák hatékonyságát növeli a jövőben. Értünk a falu megújítási pályázat keretében egy MTZ-t, 92 óerős MTZ-t. Az MTZ-hez csatolt, amivel van egy 17,5 hektár szántóföldi terület az önkormányzatnak, amit művelni kell. Ehhez csatolhatóan nyertünk egy váltvaforgató elkét, és nyertünk egy nagy teljesítményű fűtaszát, ami tulajdonképpen a mi mintafarmunknak a takarmányellátásának biztosítására szükséges. Tehát ez a pályázati dolog is megvalósításra került. Az eszközök ki vannak fizetve, még történik a vámolás, meg egyik dolgok, és januárban kerülnek ide szállításra. A polgármester hozzátette, 2020-hoz képest tavaly újra nagy volt az érdeklődés az Andrássy kastély iránt. Ehhez az is hozzájárult, hogy a Nemzeti Kastély Program keretében folyamatosan szépül a történelmi épület és környezete. Az ősz folyamán a park felújítása már elkészült, de 2022-ben is folytatódnak a fejlesztések a térség egyik legkedveltebb rendezvény és konferencia helyszínén.